Szűz, február, első, fele. Pozitívum, negatívum és egy tanács. Pozitívumot nézzünk, hopp, ugrálnak a kártyák, tehát fontos információt akarnak közölni. Na nézzük. Érmik hetes, jaj de jó. Jaj de jó, a ti energiátok, föld energia, ez a kártya mindig azt üzeni, hogy amiért dolgoztunk, érdemes volt. Megkapjuk a jutalmat, megkapjuk a pénzt, ott lesz a siker. Csak egy picikét türelmesnek kell lenni, egy picikét várni kell. Ez olyan, mint zöld még az alma, vagy a szőlő, és egy picikét várni kell, hogy piros legyen az az alma, érett legyen az a szőlő, és utána csak szüretelünk. Kardok apródja, az információ, jön az információ, jön az ész, kardok, ez maga az ész. Ha valaki akar befektetni valamibe, akkor itt van a lehetőség. Itt van a lehetőség. A hetes, ez maga a befektetés, a kard, ez maga az új lehetőség, az észszerű lehetőség, az információ, a jó ötlet. A gyermekek kártyája is, plusz befektetünk a gyermekünk jövőjébe. Nézzünk csak, mi lehet még itt. Üstök ötös. Ha netán van egy kis csalódás, egy kis szomorúság a levegőben, nem érdemes vele foglalkozni. Mert jönnek az új lehetőségek. Megoldódik egy bizonyos probléma. A kardok, ezek lehetnek dokumentumok, lehet, hogy valamit intézünk, vagy intéztünk, és nem sikerült, akkor itt lesz a lehetőség újra ezt elindítani, jó? És minden megoldódik. Nézzünk csak tovább. A főpapnő, jaj, de jó, az egyik védőkártya, csodálatos. Tehát még egyszer, nem érdemes szomorkodni, ez az ötös, ez adhat valamilyen szomorúságot, mert minden megoldódik. Tehát a védőkártyát megkaptuk, megkaptuk a megerősítést, és főleg, hogy pozitívumot nézünk. Jó? A fenti erők szeretnek itt minket, vigyáznak ránk, védelmeznek minket. A titok ide tartozik ehhez a kártyához, az intuíció ehhez a kártyához hozzá tartozik. Érdemes figyelni azokra a jelekre, amiket küld az univerzum. Ez lehet egy álom. Bármi lehet. Üstök tízes, a boldogság, a határtalan boldogság, a család kártyája. A határtalan boldogság, víz energiát kaptunk. Csodálatos. Az egész család örülni fog ezeknek az eseményeknek. A gyermekáldás is ugye itt kétszer jelenik meg. Ez egy plusz információ valakinek. De valami, ami értékes nekünk, az belép az életünkbe. Ugye a legelső kártya ezt már megmutatta nekünk, mert az érmék értékek. És hogy kinek mi az érték? Valakinek a pénz, valakinek a család, valakinek a szerelem, valakinek a karrier. Tehát itt el lehet érni azt a bizonyos sikert. Kaptunk még egy megerősítést, botok hatos, tűzenergia, határozottan győzelem, siker. És zseniális. Jó, bármiről is legyen itt szó, a siker a miénk. A siker a miénk. Határozottan. Lehet, hogy valaki régóta tanul.
és itt most már le fog vizsgázni, ugye? A tanulók kártyája is, ez az apród, kardok. A kard, ez maga az ész, a tanulás ide tartozik, siker. Lehet valaki a gyermekáldást várja. Hosszú-hosszú évekig nem sikerült. Itt a siker. Tehát bármilyen, tehát ahány élet, annyi forgatókönyv, de a siker az itt van. És a tízes, ugye ez az utolsó szám, 11-es már nincs, 10-es az utolsó szám, tehát itt már élvezzük ezt a sikert, ezt a boldogságot, ezt a jólétet. Ez egy határtalan öröm. Negatívum, mi az, amit el lehet kerülni? Üstök 8-as, 8-as, valamit ott kell lesz hagynunk, valamit ott akarunk hagyni, mert valami már nem működik. Lehet ez egy munkahely, lehet ez egy párkapcsolat. Aha, kardok 9-es. Lehet azért, mert valaki komoly csalódást okoz nekünk, az álmatlan éjszakák ide tartoznak, ez a kártyához. Valami nem hagy minket békén aludni. Valami nagyon megsebzett minket, vagy valaki. Hát azt ott kell hagyni, ott kell hagyni. Jobb is, ha kiderül az a bizonyos rossz dolog, amit ellenünk elkövettek. Ugye a kardok, ez maga a beszéd is, a beszéd. Csúnyákat beszélhetnek rólunk. Jobb is, ha kiderül. Érmik lovagja, a pénz ide tartozik. Na most milyen ez a lovag? Lassú, lassan, de biztosan. Lassan, de biztosan. Nem hiába a legelső kártya a türelem. Türelmesnek kell lenni. Terv szerint kell haladni, mint ez a lovag. Akkor el lehet kerülni az anyagi veszteséget például. Így. Az anyagi veszteség. Jó? Nézzünk. Még egy kis tanácsot, egy kis figyelmeztetés. Vég. Ez egy komoly, ez egy karmikus kártya, a vég. Valami véget ér. Ez viszont nem tőlünk függ, karmikus kártya. A fenti erők ezt már eldöntötték. Akár tetszik ez nekünk, akár nem, ezt már eldöntötték. Lehet, hogy a párunk bejelenti, hogy beadja a válást, és ez nekünk nem tetszik. Botok apródja. A kezdés, valamit el akarunk kezdeni. Égünk a vágytól, mert tűz energia dominál itt, és van valamilyen akadály. A gyermekek kártyája, az apródok. A gyermekünk okoz nekünk valamilyen csalódást, vagy valamilyen nehézséget, amit meg kell lesz oldani. Nem akarnak tanulni a gyermekek például? Ugye a kardok, az maga az ész, a tanulás. Kardok 6-os. A harmadik kártya a változást mutatja. A változást. Egyébként az utazás is ide tartozik ez a kártyához, a költözés is, az autóvásárlás, főleg a használt autó ide tartozik. Figyelem, ott lehet valamilyen turpisság, nehogy megbánjuk, jó? Ne kapkodjuk el ezeket a dolgokat. Kardok, ez maga az ész, jó? Többet ésszel, észszerűen kell dönteni. Információt gyűjteni, szakemberhez fordulni esetleg az információért, és csak azután meghozni azt a bizonyos döntést. Húzunk egy plusz kártyát, a fekete angyalok mit mondanak. Nagyon ritkán szoktam használni ezt a kártyapaklit, de most valahogy egyszerűen üzente nekem, hogy használjam. Talán ezen a csatornán egyszer használtam. Nem nagyon szokták szeretni egyébként ezt a kártyapakot. Nem értik az emberek, tehát akik tarottal foglalkoznak, nem értik ezt a kártyapakot. Ez mi? 9-es viszont. Kejhek. Boldogság.
Ez a kártya maga a boldogság. Van a pozitívumon egy tízesünk is, itt megkaptuk a 9-es. Az ember elégedett az életével. Lehet, hogy először ezek a változások nem fognak nekünk tetszeni, de lehet, hogy ezek a változások fogják hozni nekünk az új sikert. Tehát sorsfordulat azért itt van, fordul a kocka, húzunk csak még egy kártyát. Van itt egy plusz kártya paklim. Megnézzük még a pozitívumot, és még a negatívumot. Azért itt lehet lesz pezsgőt bontani. Ugye itt a 10-es is, itt a botok 6-os, ez maga a siker. Na nézzünk csak. Pozitívum, a lovag. Valami úton van hozzánk, valamilyen érték, lovag, ez maga az érték, ott a pénz, valamilyen értékes dolog úton van. A ti energiátok, ez nagyon jó, ez lehet szerelem. Akkor, megbízható lesz a partner. Nem egy ilyen szeleburdi. Tehát ez egy értékes kapcsolat. Értékelni fognak minket. Ez lehet egy értékes munkahely, ahol értékelnek minket. Húzunk a negatívumra. Húzunk. Negatívum. 10-es. És megint a végleges lezárás. Kaptunk egy megerősítést. A végleges lezárás. Na milyen ez? Itt van a vég. A vég és a kardok 10-es, egy megerősítést. Valami, ami már nem életképes, ami már nem működik, ami már elhalt, meghalt, kész, az véget ér. Ez lehet egy párkapcsolat. Nem könnyű lezárás, mert ez a kártya soha nem mutat könnyű dolgot, könnyű lezárás. Nem, ez egy nehéz lezárás, ez egy fájdalmas lezárás. Jó? És ugye itt a 9-es, kardok 9-es, fájdalom, kardok 10-es, azt üzeni, már rosszabb nem lesz, kész. Érdemes ettől megszabadulni. Lehet ez egy munkahely, lehet ez egy párkapcsolat, lehet ez egy üzlet, ami nem működik, ami csak vesztességes, ami csak szívja az energiánkat, és ez már nem életképes, és nem kell nekünk. Érdemes lezárni véglegesen. A kardok még ugye maga az egészségügy, tehát szúros eszköz, a sebészet, a fogászat például ide tartoznak, jó? Tehát itt is lehet, ezen a területen is lehet valami, lehet tényleg el kell menni az orvoshoz, és megszabadulni attól a bizonyos problémától. Nagyon misztikus. Misztikus. Viszont a lezárás után jönni fog valami új, mert a kártya pakli alja, az viszont a nulla, a bolond. Tehát itt egy ajtó. Egy ajtót bezárunk véglegesen, és itt egy ajtó kinyílik. Egy új jövő. Egyébként végzetes kártyák jöttek itt a negatívumra, a lezárásra. Ötös, négyes, kelyhek, négyes, ötös, ott van a pozitívumon, ott. Üstök, az kelyhek, ötös, és itt a kelyhek. Négyes. Tehát ez a kártya is azt üzeni, hogy itt valami vagy valaki elszomorít minket. Na most ettől a dologtól meg kell szabadulni. Miért? Mert itt van ez a kehely. Ez az új lehetőség. Új lehetőség akár új életet kezdeni, új párkapcsolatot kezdeni, új munkahelyet kezdeni. Tehát nem kell ragaszkodni ahhoz, ami már nem életképes. Kész. El kell engedni határozottan, és akkor
bejön, belép az életünkbe az új, a szebb, a jobb dolog. A boldogság. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Sziasztok!